Jó napot, jó estét azoknak, akik a libazsúrt, amit libazsírnak kell ejteni, nézik ezen a héten, és annyira meg vagyok tisztelve, vagy már össze-vissza beszélek, ami néha elő szokott fordulni egyébként is, amikor nem megtisztelve vagyok, de ugye a legnagyobb örömmel jelentem be Halász Juditot, aki szakított ránk egy kis időt, és mindjárt egy egészen elképesztő történetbe csöppentem bele, mert hogy kiderült, hogy téged hamisítanak, hogy énekel valaki, énekli a dalaidat, egy együttes játsza a nótáidat, és valaki énekli helyetted. Ez hogy igen, micsoda? Én találtam meg a hirdetést, mondom, hogy ez a Halász Judit, nem mondom ki, mert akkor reklámot csinálunk, hogy ilyen címen énekel, de hát oda van írva, hogy Halász Judit a zenekara. És hát kiderült, hogy semmi között hozzá. És fogalmam sincs róla, én is körülbelül 2-3 hete értesültem erről, a zenekarból mondta valaki, hogy ez egy úgynevezett tribute zenekar, akik állítólag akkor szoktak összeállni, amikor az, akiknek a nevét viselik, és akinek a dalait éneklik, azok, az már nem működik, vagy már meghalt. Hát én, Brody, te is működsz. Igen, az van odaírva kisbetűvel, hogy Halász Judit és Brody, csak Halász Judit és Brody János dalait éneklik. Hát és nem lépsz szerint valamit? Hát egyelőre utána kéne nézni, hogy egyáltalán mi ez, és mit csinálnak, hát és ez, miért csinálják. Ez minden szempont, ez jogilag nagyon aggályos. Minden esetre, hogyha ügyvéd kell, akkor a noteszommal rendelkezésedre áll. Nem én vinném az ügyet, mert ahhoz nem vagyok sajnos szakvizsgás, de azt gondolom, hogy azért ezzel lehet segíteni, hogy valaki ne a te neveddel, meg a te, hogy mondjam, az általad gyakorolt foglalatossággal terjessze ugyanazt a kultúrát, amit egyébként te is terjesztesz, mert jelen vagy még a saját neveddel. Igen, igen, egyrészt, másrészt pedig az, amit valaki terjeszt és valaki felépített, az, hogy is mondjam, az egy bizonyos személyiséghez kapcsolódik, méghozzá azért, mert lehet, hogyha ugyanezeket a dalokat valaki más csinálta volna, vagy kezdte volna, vagy énekelte volna, mint ahogy nagyon sok mindenkivel előfordul, hogy éneklik a dalait, az már nem ugyanaz a dal. Hát nem. Sokat dolgozol? Hát nem mondhatnám, hogy túl sokat, most pont eleget. Január-február az nekem mindig szűnnap. Még most is vidékre te vezeted az autót? Én. Hát én megáll az eszem, komolyan mondom. De... Nem a stábból valaki, te vezetsz. Én. Mert én félek, ha más vezet. Még a férjem az vezethet. Rózsa János filmrendező, akkor rögtön tegyük hozzá. De más nem nagyon szeretem, hogyha vezet, mert akkor félek. De hogyha már nagyon elfáradok, akkor van az utasaim között két zenész, a billentyűs és az egyik gitáros, akik nagyon aranyosak, és valaki átveszi a vezetést helyettem, ha fáradt vagyok. De sokat koncertezel, sokat járkálsz az országban? Az viszonylagos. Van, akihez képest nagyon sokat, van, akihez képest meg nagyon keveset. Hát körülbelül most, hogy a legnagyobb részét lemondják, mert bezárnak a művelődési házak. Mert most fűtés hiányban. Fűtési, vagy anyagi, vagy az más. Az előző 3 évben vírusozás volt, most igen, pedig igen, szóval nagyon rosszul állunk ilyen szempontból, de azt is meg kell, hogy mondjam, hogy én január-februárban próbáltam volna, méghozzá a Pinokkióban, amit Keresztes Tamás rendezett volna, és Presser és Dusán írták volna hozzá a nótákat. De sajnos erről is le kellett idén mondanunk anyagi okokból, és áttettük jövőre. Tehát a január-februárom az váratlanul szabad lett, tehát mi az utolsó pillanatban nem szoktunk már szerződni sehová. Tehát a január-február az szűn. Ha belegondolok abba, hogy azért kezdtél el énekelni véletlen folytán, ugye, hogy kis, nem volt elég szereped, nem voltál elég elfoglalt. Nem, ez a mese. Ez a mese, nagyon elfoglalt voltam, és nagyon sok szerepe. Akkor a Lila Ákácot és a Nápolyt látni és című filmet forgattam együtt. Amikor
Mindenütt ez jelent meg, hogy nem volt elég munkád, ez és ezért... Nem. Volt egy film, amit csináltunk, az Ismeretlen ismerős, ami erről szólt, de az nem én voltam 100%-osan, mert én nekem rengeteg, akkor éppen rengeteg munkám volt, még a Várkonyi volt a színház igazgatója. Nekem soha olyan jó dolgom nem volt színházban, mint abban az időben, amikor Várkonyi vezette a színházat. De én szerettem énekelni, és rég kértem már azokat a barátaimat, vagy azt a zenekart, aki nekem nagyon tetszett, főleg a szövegei nagyon tetszettek, akkor ők mindig azt mondták, hogy nem, hát ők nem, de végül sikerült megkérnem a Brodyt, aki megcsinálta a Csiribirit, majd megszületett a Mici Mackó, és aztán a Tolcsvai Laci meg azt mondta, hogy miért nem csinálunk lemezt, és akkor lett egy lemez. De én nem azért kezdtem el énekelni, mert... Na legalább most tisztáztuk, mert nagyon sok helyen... Nem, nekem pont az ellenkezője, akkor volt a legtöbb munkám. Képzeld el, én téged főiskolai hallgatókorodban láttalak az Ódrin. Tényleg? Tényleg. Az volt nekem gyakorlatilag az első színházi élményem. Hát én is. És hát az ilyen kislányok vagytok? Nem, ilyenkor nincs olyan nagy korkülönbség közöttünk, csak abban az egy periódusban, amikor te 22 voltál, akkor én még nem voltam nagyon nagy lány, és akkor elvittek anyámék, és valami hihetetlenül nagyon kellemes, nagyon vidám darab volt, már nem tudom megmondani, hogy mi volt, és most tegnap egy kicsit bele turkáltam ott az életrajzodnak a fellelhető állomásait, megpróbáltam, hogy hát ha ott van ez a főiskolai hallgatókorod, de szerintem valami vizsgadarabot csináltatok. Shakespeare, ahogy tetszik. Hogy az ahogy igen. Tetszik volt, igen, most hogy mondod, simán azért lehet. Neked nagy szerencséd volt, hogy Pártos Géza osztály, nem? Hát nagy szerencsém volt, én egyáltalán nagyon szerettem. Nekem a főiskolai éveim azok varázslatosak voltak. És én nagyon szerettem a főiskolai tanárokat, és rengeteget tanultam tőlük. Nem törték össze a személyiségedet? Mert hát ezt szokták mondani. Nem annyira. Nem? Noha tényleg volt egy tanárunk, akitől rengeteget tanultunk, és nagyon-nagyon művelt és nagyszerű versmondó volt. De és ő ambicionálta ezt a személyiséget? Nem ambicionálta, hanem egyáltalán rossz tanár volt. Olyan szempontból volt rossz tanár, hogy minimum kétszer sírt mindenki egy fél év alatt, de nem sírt, hanem zokogott. Mert ez a Gáti József volt, aki egy nagyszerű, egy nagy műveltségű, nagyszerű versmondó, rengeteget tudott, és nagyon sokat lehetett tőle tanulni, de hát sok mindenkit megríkatott fölöslegesen. És még te is írtál, pedig te egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott embernek látszottál egész életedben. Biztos. Az esős vasárnap az nagy lökést adott a pályán? Az mindannyiunknak, ez az unalmas történet már, hogy a Szász Péter azt mondta nekem az első forgatási napon, hogy Halászkám, te egy zseni vagy, mikor én az összes közül a legkisebbnek és a legcsúnyábbnak és a legkevésbé, használható igézőjelben színésznek tartottam magam, akkor a Szász Péter egyszer csak megszólalt az első felvétel után, és akkor azt mondtam, ja. Hát akkor mégiscsak így kell csinálni. Szóval vannak mondatok az ember életében, amikhez... Amit nem felejt el, ami löketet ad, ami olyan fantasztikus élmény volt nekem akkor. Ez kitart a következő két évre. Én tudtam, hogy nem vagyok zseni, tehát nem a zseni szó, hanem egyszerűen az, hogy úgy tetszik neki, ahogy vagyok. Kész. Nem ő volt a rendező. Egyébként az a film ma is nézhető. Akkor... Nemrégében megnéztem újra, abszolút nézhető. Nem unod. Én a szerelmes filmet nem unom. Az se öregedett meg? Nem. Nekünk nem öregedett meg? Hát, jó, mi éltük végig ezt Szerintem, hiszen annak minden egyes félmondata jelent valamit annak a kornak a hangulatából, meg mindenkinek nem volt még disszidens rokona, meg disszidens már szót se értik jószerivel. És az neked majd megértik. Igen. Az a film ma is gyönyörű. Várkonyi nagyon bízott benned, ugye? Engem nagyon szeretett a Várkonyi. És nagy szerepeket kaptál akkoriban. Én az életem legjobb. A nyár volt az első nagy siker? A nyár, abban én nem játszottam, de az a,
az a Pesti Színház nyitásának az évében az egyik első. Muszáj volt nekünk a valami szovjet vagy orosz darabban nyitni, mert jött a november 7-e. És akkor mindig kellett valamilyen, szóval a Szovjetuniónak megfelelő, de az orosz is megfelelő, orosz irodalmat is elfogadták, nem csak a szovjetet. És akkor jött a Darvas Iván a Gogollal, az Őrült naplójával. És az volt az első bemutató. Ja, tényleg? Igen. És akkor jött a és azóta rengeteg sokan eljátszották ezt az Őrült naplóját, és mindenki, mondjuk a keresztes, minden, keresztes az zseniális az szerintem. Egyetlen volt a keresztes, aki tök más csinált, de zseniális. Nagyon jó volt, az igen. Volt az egyetlen, aki, mert ugye, hát én nagyon szerettem speciál a Darvast, mert én nekem sokat volt partnerem, és én úgy éreztem, hogy ő segít nekem a legtöbbet, noha soha nem mondott egyetlen mondatot, hogy ezt így kéne. És mivel segített? A lényével, a viselkedésével, a próba technikájával, vagy nem tudom. A finom eleganciájával. De tudom, hogy az volt, csak nem hiszem, hogy színészként az a domináns, finom, elegáns, úr, lenyűgöző. Nem. Biztos valami más. Egész más szerepet is játszott az első, hanem amikor én oda kerültem, hát ugye mindenki jóval idősebb volt. Azért kellett az én korosztályom a Várkonyinak, mert nem volt ilyen fiatal korosztály, mert minket köteleztek 2 évre vidékre menni, és akkor azt mondták a budapesti igazgatók, hogy mire visszakerülnek vidékről, addigra más színészeket kapnak vissza, mert felveszik azt a... Sok mindent felvesznek. Vidéki színésznőket kapnak vissza? Nem, hanem azokat a stílusokat, azokat a színészi módszereket és azokat a színészi készségeket, amiket már nem hangosok magyarul. Nem, egész másképp nem, meg vannak tanítva. Mindenki másmilyenre akarná nevelni a saját stílusát szeretni viszont látni. Stílus, egy másfajta stílust vesznek fel, mint amikor elvégezték a főiskolát, és akire úgy emlékeztek önnek a többiek, hogy ez ilyen volt. 2 év múlva már nem olyan. És akkor a Vígszínházban nem volt, 40 éves volt az átlag életkor, és akkor verte a Várkonyi az asztalt, hogy neki kellenek fiatalok. Na és akkor mi oda kerültünk, és én arra emlékszem, hogy én is arra gondoltam, hogy te jó Isten, itt sok ilyen hatalmas nagy színész van, és ugye azért azoktól félek. És mi egyszerre szerződtünk oda a Darvassal. Akkor ért véget az ő 56 beli bűnének. A Szilenciumnak akkor lettünk. Hát ő már nem fiatal volt. Nem volt akkor. Fiatal, már akkor egy nagyon népszerű és sztárszínész volt, mikor lekerült a szakmából. És azt is tudom, mert mondta is, meg olvastam is tőle, hogy került vissza, az egy nagyon jó történet. Akarjátok? Igen, persze. Úgy került vissza, hogy ő minden évben írt egy levelet az Acélnak, hogy ő szeretne hozzá felmenni, és szeretne vele beszélni. Előtte fröncsöndéssel foglalkozott. Ugyanis semmit nem csinált. Szóval semmit nem csinált, hanem kereste a bátyját. De tényleg ő nem vett részt a forradalomon effektíve. És addig kereste, amíg bement a börtönbe, és ott is kértek, hogy szóval leültették 2 évre, azt hiszem. De ami egy év után azt hiszem kiengedték, ami hát, hogy úgy mondjam, emberi élménynek negatív előjellel, mondjuk az volt a legnagyobb az ő életében. És mikor kijött, akkor sehol nem kapott munkát, a Madár Színház, ahonnan elkerült akkor, amikor elvitték, amikor leültették, az nem vette vissza, azt mondták, hogy sajnos már nincs hely. Összes többi színház is azt mondta, hogy sajnos nálunk itt sincs meg volt. Azzal is, és ez volt az utolsó év, amikor már nem bírta tovább ezt a fröccsöntést, ez a műanyag fröccsöntést, és megint írta, szokás szerint írta az Acélnak. És az Acéltól mindig az a válasz jött, hogy sajnos nincs rá mód, hogy találkozzanak, nincs rá idő, nincs rá mód, és nem. És egyszer behívta az Acél, egyszer csak azt mondta, hogy jöjjön. És bement. És akkor már a bátyja, akit ő annyira keresett, ami miatt leültették,
az már Svájcban volt, és egy svájci gyógyszergyárban dolgozott, ha jól emlékszem. És viszont azt tudta róla mindenki, hogy az anyja az orosz volt, és ugyanolyan jól beszélt oroszul, mint magyarul. És szép. És az apja az pedig egy felvidéki újságíró volt, és szlovákul is nagyon jól beszélt, de az újságírót elhelyezték Prágába, és ott német iskolába járt, tehát a német, a szlovák, az orosz, a magyar, az egy tudott nyelv. De egy darabig, mikor kisebb volt, azt hitte, hogy a magyar nyelv az egy vicces dolog, amit ők egymás közt otthon beszélnek, de ilyen nincs. Nem tudom. Ezt mesélte nekem. Ezt nem tudom, de bement az acélhoz, és az acél azt mondta, hogy amikor mondta, hogy ő szeretne visszamenni a színpadra, azt mondta, hogy hát nézze, Tarvas, én adok magának, vagy mi adunk magának egy útlevelet, és kimehet, és minden ellen, szóval nem lesznek negatív eredményei annak, vagy következményei annak, hogyha kimegy, és menjen nyugodtan, hogyha akar, tudjuk, már rokona van Svájcban, hát akkor menjen. És erre nem, tudjuk, hogy rokona van külföldön, hát menjen. És azt mondta a Darvas, hogy hát acélelvtárs, én tudom, hogy nagyszerű a szovjet színművészet, de én nem akarok orosz színész lenni, én magyar színész szeretnék lenni. Mindenki tudta, hogy az édesanyja az orosz, és azt mondta, hogy én nem akarok orosz színész lenni, én magyar színész akarok lenni. És akkor az acélnak a bajsza alatt elvigyorodott, és azt mondta, hogy na jó, Miskolc jó lesz. És a Darvas először Miskolcra került, és aztán József Attilába, ahová mindenki került, a Gobbitól a Sinkovicsig mindenki került 56 után, aki nem volt, nem viselkedett szépen. És onnan szerezte meg a Várkonyi? És onnan megszerezte a Várkonyi, és akkor mi egy darabban kezdtünk, ráadásul úgy, hogy a Darvas volt a partnerem, a Várkonyi rendezte. És tudjátok hol? Mert még akkor nem volt kis színháza, nem volt kamaraszínháza. Pesti. Nem volt még kész a Pesti, hanem az Ódri színpadon, Ódrin, amit most elajándékoztunk a senkinek, nem tudom kinek. Ami most nincs, de akkor már... Ez egy templom lesz. Például szegény Dániel is ott ment. És még ment több nagyon jó. És akkor mi volt a debütálás? A debütálás Csurka István. Most azon is csodálkozni fogtok, hogy a Csurka akkor olyan, hogy is mondjam, pozitív előjeleket mutatott. De hát miért csodálkoznak, és egy kortársacskák vagyunk. Hát akkor pontosan, hogy ő kiállt, azt hiszem a Holpistával, vagy nem tudom kivel, kiállt az Ódri színpad, a Vas utca 2 elé, és hogy el ne vegyék, mert ez egy egyházi ingatlan volt, hogy most el ne az... vegyék, és hogy vissza ne kerüljön az egyház kezébe. Hát sikerdarabokat írt a végén. Várjál, csak akkor még nem írt semmit, mert akkor még később, főiskolás később volt ő maga is, dramaturg szakon. De ott állt a főiskola előtt puskával a vállán, és azt mondták, hogy innen semmi, ide senki nem jöhet be, itt senkit nem engednek, hogy bejöjjön. És ők védték a Vas utcai 2-t. Na, a Vas utca 2-t, de ezt a darabot, amiben én debütáltam a Darvassal együtt, és a Várkonyi rendezte, a Csurka írta. Kicsit bulváros volt. Szóval ezt láttam én, és akkor már nem voltál főiskolai hallgató, ez volt az én első színházi élményem. Ez volt? Igen. Persze, hiszen arra emlékeztem volna, hogyha kosztümös lett, van egy bulváros, kacagós darab, én amit 12 kacag. Évesen lehetett nagyon élvezni. Nagyon kacagos volt. Két, hogy hívják azokat, akik marketing. Akkor tanultam meg ezt a szót, hogy marketing. Igen, én is akkor tanultam. Én ennyivel vagyok idősebb, hogy én az Ódrini a vizsgát is láttam. Na tessék. Na, szóval, és a Bárdi Gyuri volt a másik marketing, két barátot játszottak, és akkora sikere volt ennek az előadásnak,
Főleg annak, hogy a Darvas újra a Víg Színházban van, illetve hát újra a színházban, mert ugye hát a József Attila Színház akkor tudta mindenki, hogy oda csak úgy kirakják azokat, akik pillanatnyilag nem mehetnek közelebb a tűzhez. Velük. Igen. De az, hogy a Darvas megtörhette ezt a tiltást, ezt, és játszhat újra a Víg Színházban, azt az egész szakma megnézte. Na de Jutka, téged ez országos hírnevűvé tett, mert igen, ugye mert fölrepültél igen, akkor. Igen, tudom, mert szerencsére én nekem abban nagy sikerem volt, igen. A Darvassal együtt, meg a Bárdival együtt. Szóval mi hárman vittük ott a prímet, és az, hogy a Darvast mindenki látni akarta, az nekem is hozta a nézőt. Szuper. A szakmából. Hát akkor nem csodálom, hogy a Darvas... És a Latabár Kálmántól a Mezei Máriáig, és a nem tudom én kicsoda mindenki jött nézni. Úgy, tehát a, még a szakmai írni. A Rangos Kati. Igen, én is mentem, nem beszélve a szakma nagyjairól, de hogy ez neked irtozatosan szerencsés, André. Igen, nagyon szerencsés. Hát a Várkonyi rendezésében Darvas partnerség. És akkor én kimentem a szinkronba, amikor ezt próbáltuk. Kimentem a szinkronba, és egy korombeli, nálam tán két évvel idősebb kollégával de szinkronizáltam valamit, és az a fiú, az olyan volt, mintha az öregapám is fiatalabb lett volna nála, ahogy viselkedett, amiről beszélt, és ahogy beszélt, hogy nem tudtam vele semmilyen, nem teremt nagy kapcsolatokat az ember a szinkronban általában, de ezzel aztán örültem, hogyha ott hagyhattam. Bementem a színházba próbára, és ott volt a Darvas, aki közel, vagy pont 20 évvel idősebb volt nálam. És olyan volt, mintha most jöttünk volna ki együtt az iskolából. Tudsz úgy cukrot enni, de hogy van víz, ne hallgass, mert ez egy negró. Nem, ez egy pillanatra, ez csak egy, ez mi? Víz. És tiszta víz. És senki nem ivott előtte belőle. Egyébként, amíg iszott, hogy az volt a nagy dobás a József Attilában, és szerintem az dobta át őt a többi helyre, a Beckett. Igen, azt én is láttam. Igen. Az nem ilyen József Attilás darab volt. Hát ott sok jó előadás volt akkor, amikor ezek ott voltak. Nagyon jó volt, nagyon, igen. Azért futólag megemlíteném, tudom, hogy ez most a pálya két pontjáról beszélünk, hogy például ez a második erzsébetes darab, amit olyan volt, mintha neked találták volna ki. De aranyos vagy. Azt te jó emlékezetedben tartod? Az igen, audiencia. Igen, abszolút jó emlékezetemben tartom, annál is inkább, mert egy csomó olyan dolgot megtudtam, ami vagy igaz, vagy nem, de a szerepből egyértelműen következett a második Erzsébet jelleme és gondolkodásmódja számomra. És olyan dolgok, hogy aki hát, talán ellene lett volna a királyi család, hogyha nagyon távol lett volna ez az ő gondolkodásától, aki azt mondta, hogy Suez, mondta az akkori miniszterelnök, Suez az az angoloké és a franciáké, két cég uralja azt, egy francia és egy angol, és erre azt mondta, igen, de egyiptomiak építették, és 100 000 ember belehalt. Szóval, és aki azt mondta, hogy engem valaha úgy hívtak, hogy afrikai királynő, mert én szerettem tárgyalni azokkal a törzsi vezérekkel, akikkel meg lehetett állapodni, és le lehetett velük ülni beszélni. És aki nehéz szerep volt azért, ez gondolom megszenvedted. Én nekem nagyon, nagyon furcsa volt, mert én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok egy királynői alkat, és életemben nem gondoltam, hogy jó Isten, én királynőt, és pláne egy létező királynőt, hát aminek a szerepé egy másik szerepért, de ugyancsak a királynő szerepért egy másik színésznő Oscar-díjat kapott, hát nagyon meg voltam ijedve, őszintén megmondom. Nekem a nagyon nagy élmény volt az Ügynök halálában. A te alakításod. De örülök, mert, hogy emlékszel rá. Hát ez nagyon, mert és ott láttalak először, hogy vállalod, hogy te már nem fiatal nő vagy, hanem egy megtört asszony, hogy szerintem az egy teljesen új világ volt. Ez nagyon aranyos tőled igazán, mert én akkor még nem voltam, várjál csak, 50 éves sem. És ezt, ami hát tulajdonképpen időnként 60 fölött van, vagy 70 felé jár. És
Hát ez függ attól is, hogy ki a partner, hát nem? Hát igen, igen. De hát a Tordi akkor sok sokat volt a partnerem, és... Nagyon, az egy nagyon, nagy, szerintem az egy nagyon fontos alakítás a te életedben, holott hát nem te vagy a főszereplő. Igen. És Szösz néni? A Szösz néni dala. A Mind, Szösz... Minden fontosat igen, érintünk. Túlamaszathegyen című. Igen, na, azt nem sokáig játszottam. Mert ezek a, megtette nekem akkor az Enikő, hogy kettős szereposztást csinált. Méghozzá azért, mert az én minden gyerekkoncertem, vagy családi koncertem később, az ütközött ennek az, mert ezt is szombat délután is, szombat este, vasárnap délelőtt, vasárnap este. Ja, tehát az a színházi gyerekműsort hajlandó volt összehangolni igen, a te igen, saját igen, gyerekműsoroddal. Igen, igen. Azt akartam volna még megkérdezni, mert nagyon, ez is tiszta, hogy, ja, hogy mindaz, ami lezajlott a világban, nem feltétlenül a Víg Színházban, hanem a világban arról, te mit gondolsz erről a zaklatósdiról? Ez egy nagyon komolyan veendő dolog, indokoltnak látod, hiszen mondjuk a legkitűnőbb pályaíved van színésznőként, azt hiszem nem lehet, senki sem akarhat nálad jobb karriert. Ne ingasd a fejedet, kívülről ez így látszik. Te ezt máshogy érzed? Szóval, hogy mit gondoltál ezekről az Amerikából elindult és Magyarországon, pláne a Víg Színházban landolt történetekről? Hát, hogy azt gondoltam, hogy van, ami indokolt, és van, ami kevésbé. Hát semmi nem fekete, és semmi nem fehér. És van, akivel ez tényleg méltatlanul esett meg, van, aki meg úgy viselkedett, hogy következménye az volt, hogy megesett vele. De hát ez semmi nem egyforma. És tényleg vannak olyan, hogy is mondjam, színházi vezetők, akik ezt kihasználták, és vannak olyanok, akik ezt egyáltalán eszük ágában nem volt soha kihasználták. Még szeretnék egy alakításodról, ha beszélnénk, mert én helyetted is megsértődtem azon, amikor neked jubileumod volt, betegségből is visszajöttél, akkor se kaptál méltó szerepet, és aztán beszorultál egy stúdióba, ahol egy zseniális előadás volt a Polca Len életéből, de én úgy elvártam volna, hogy te a nagy színpadon térsz vissza. Igen, én is elvártam volna. Na, akkor mind a ketten megsértődtünk. Egy kicsit rossz. Ennek ellenére az egy fantasztikus előadás volt, szóval mindegy, hogy hol játszottad, csak én elvártam volna, hogy egy ilyen jubileum és egy ilyen. Annak az előadásnak az volt a baja, hogy akkor már két nagyon jó színésznő megcsinálta ezt nagyon más formában. És a mi előadásunkról nem gondolták, hogy az egy igazi színházi előadás. Hogy az nem egy monodráma, nem vagy egy felolvasó est, mint ahogy azt előttem az a két nagyszerű színésznő már megcsinálta, nevezetten a Béres Ili és a Kati. Nem tudom. A Takács Kati, aki magával Polc Alennel járta az országot. De az tulajdonképpen egy felolvasó est volt, és ez dramatizált változat volt. Székely Kriszta és a Szabó Székely Ármin, aki volt a dramaturg, akik egészen kiváló előadást csináltak ebből, de tényleg szóval darabot csináltak. Az nagyon megrázó volt az az előadás. Nagyon, szóval tényleg a Székely Kriszta akkor még egy főiskolás lány volt, és engem bosszantott is, hogy aki semmit nem tud ezekről a dolgokról, még másodkézből sem, mert olyan távol áll tőle a második világháború eseménye és eseményei, kapok én egy főiskolai hallgatót. Rajtad gyakorolni? Rajtam gyakorolni, és akkor elkezdtük, és olyan számomra, olyan elfogadhatatlan dolgokat mondott, hogy mondtam, hogy most akkor még számolok tízig, várjunk, tízig számolok, és akkor egy napig számoltam tízig, két napig számoltam tízig, és a harmadnap rájöttem, hogy ez nem hülyeség, amit ez mondott, ez egész jó. És akkor mentünk tovább, és ez napról napra így volt, hogy egy csomó olyan dolgot talált ki. Nagyszerű előadás volt. Egy csomó olyan dolgot talált ki, amiről azt mondtam, hogy hát úgy látszik, hogy így kell, és hinni kell neki, mert ez egy tehetség. Ez egy nem bántad, mert hogy hűséges maradtál a Víg Színházhoz?
Hát nézd, ez is olyan, hogy hol megbánom, hol nem bánom meg. Ami, ez voltak periódusok és voltak időpontok, amikor megbántam. Amikor azt mondtam, hogy nekem mégiscsak el kellett volna innen mennem. De voltak olyan időpontok is, amikor jól éreztem magam. Most az utolsó években már nem szerettem bemenni se a Víg Színházba, és az nagyon rossz. Hát ezt nyilatkoztad is. Nyilatkoztad is, emlékszem Bőrcsök Enikővel együtt. Igen, az fájdalmas néhány év volt, és nem mondom, szóval nem volt semmi, nem akarok erről beszélni, mert... Persze, nem, mert vége van. Mert egyrészt vége van, másrészt pedig egy tényleg egy kitűnő színésznőről beszélünk, aki színészileg nagyon-nagyon sok nagyszerű dolgot csinált, és remélem, hogy fog is csinálni, de én nem szeretnék vele egy színházba kerülni újra. Hát most már ez akkor múlt idő. Igen. Úgyhogy... És most jól vagy? Hát most egyelőre meglátjuk, hogy vagyunk, mert azért ez is egy olyan periódus, amikor új igazgatót kaptunk a Rudolf Péter személyében, akkor elkezdődött a Covid. És akkor még hát várnunk kellett, és én játszottam egy nagyszerű szerepet, amit máig nagyon szeretek, de februárban levesszük a műsorról. Ez amiben nagymama vagy. Amiben egy részeges, drogos, kicsit demenciás, jó felső középosztályból származó bolondos nagymama vagyok, ami egy remekül megért szerep, tényleg. És én tényleg ott viszem is, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem csinálni, de volt belőle egy streamelés, ami nagyon sikertelen volt. A jobb oldalon zajlott már a jelenet, míg a kamera a bal oldalon volt, középen mondták a poént, a kamera az eltűnt valahová, szóval nem tudom. Az egész valami nagyon-nagyon, és hát most még, és több két szereposztásról, közben az egyik főszereplő a szült, jött egy másik, kiváló volt tényleg, szóval másik szereposztásban is kiváló volt az a második nő, aki akkor került a színházhoz, és az egy remek, remek színésznő. És nagyon sajnáltam, hogy sokan látták a streamelt előadást, és az nem volt... Nem vitték a hír, nem, jó hírét. Nem. És ennek itt most vége van, ezért aztán sajnálom. Februárban. Gyertek! Jó, még addig elmegyünk. Február 19-én. Tudom, mi már megbeszéltünk. És esetleg a nézők is menjenek el, akik most végezik. Sorszélen tudok jönni, majd az Alizzal megbeszélem. Még tart az adás. Nem baj. Tudod, hogy a Kovács Patrícia, a Stól Andrés, a Wunderlich, József, igen. Igen. Hát remek szereposztáson, de tényleg remek szereposztáson. Nem lesz helyünk, hogyha ennyit beszéltek róla, mindenki oda fog zúdulni februárban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sajnos leketyegett a műsoridőnk, pedig azért még tudnánk veled beszélni. Hóha. De majd esetleg gyere még egy kört, jó? Köszönöm a meghívást. Mi köszönjük. Lesz jövő héten is. Libazsír, mi is lesz? Jordán Tamás. Most ilyen csillagok járnak ide, mindenféle színész csillagok, úgyhogy remélem, hogy örülnek neki. Akkor is nézzenek bennünket, Halász Jutkát pedig február 19-én. Aki esetleg még eddig nem látta, nézze meg a Pestében. Ugye ez a Pesti? Köszönjük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.